A helyiek szerint hónapok óta olyan büdös van 60-ban, hogy ablakot sem lehet nyitni. Már hajnalban olyan bűz van, hogy nem lehet megmaradni, ilyen kis kárószak, vagy nem tudom, borzasztó büdös, nem lehet ablakot nyitni. A város határában működik egy hulladékhasznosítással és feldolgozással foglalkozó vállalat telephelye. A helyiek egy része úgy gondolja, a cég lehet a bűz forrása. Legjobban akik lent laknak az agybapart fele, ugye ők érezik a legjobban, mert ugye ott van közelebb az a telepítmény. Kérdésünkre a vállalat képviselője azt válaszolta, hogy a Kft. Telephelyén lévő szakhatás lakott területet nem érint, amit vizsgálati eredménnyel is tudnak igazolni. Néhány hete ilyen bűzös massza jelent meg a telephely melletti szántóföldön. A cég szerint ők feljelentést is tettek ismeretlen tettes ellen, a kötelező kárelhárítási munkákat pedig maguk elvégezték. Vaskos Irattömbbel érkezett csütörtök reggel 60 polgármestere a Heves megyei főügyészségre. 8137-60 ember gondolta azt, hogy az életét zavarja a városban terjedő bűz. A 60-iak aláírásgyűjtő íveit hozta, amin az emberek arról nyilatkoztak, hogy rendszeresen bűzt éreznek, ami akadályozza őket a lakóhelyük és a közterületek rendeltetésszerű használatában. A polgármester azt szerette volna megtudni, hol tartanak a vizsgálatok és mikor lesz eredmény az ügyben. Mindannyian egyre türelmetlenebbek vagyunk, várjuk a megoldást, várjuk azt, hogy végre a bűz szűnjön meg. Én elhiszem azt, hogy a hatóságoknak ez egy rendkívül bonyolult bizonyítási eljárás, de mi élünk a területen, és ez az ügy már több hónapja folyamatban van. Most már várjuk végre a megoldásokat. Úgy tudjuk, az érintett kormányhivatal környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a céget, a szennyeződés észlelése után pedig felfüggesztette a vállalat tevékenységét. A cég mindkét határozat ellen fellebbezett, a másodfokú eljárást a Pest megyei kormányhivatal végzi.